Sziasztok, még csak délután 1 óra van, mi azonban már útra keltünk, ugyanis elég sok fellépésünk lesz ma, meg elég sok kilométer van még előttünk, úgyhogy húzzunk bele, gyertek velünk! A héten egy újságíró kérdezte, hogy mi hogyan ismerkedtünk meg, de én nem nagyon tudtam felidézni, hogy hogyan is volt ez, meg nagyjából mikor is volt ez. Jó régen volt, az biztos. Én úgy emlékszem, hogy lejártam egy karaoke bárba, és ott volt egy ismerősöd, aki mondta nekem, hogy te válogatást tartasz. Elmentem, szerencsét próbáltam, és elvileg egy sikeres casting után felhívtál, de sajnos akkor vissza kellett mondanom ezt a dolgot, hiszen akkor költöztem el Görögországba egy ilyen szerelmi, bonyodalmas történet miatt, de aztán honvágy miatt nem tartott sokáig. Aztán 2011-ben ismét felhívtál, hogy lenne lehetőségem csatlakozni hozzád, és emlékszem, hogy 2011 júniusában volt az első olyan hétvégém, amikor 4 fellépéssel kezdtük, és Úristen, nagyon izgultam, hogy a szöveget el ne felejtsem. Így 8 év távlatából milyen Dorisnak lenni, milyen nehézségek, meg problémák voltak, vagy mi az, ami gondot okozott neked? Ami nekem nehéz volt, hogy azért a nyomás úgy rajtam volt, hogy egy meglévő, működő produkcióba fogok így becsöppenni. De az évek múltán aztán lassan persze belerázódik az ember. Azóta ilyen dolgokon görcsölök, hogy milyen lesz a színpad, mert ugye vannak ilyen helyszínek, ahol vagy a lépcsővel van valami probléma, vagy nincs, vagy ápolatlan fa és ilyen lyukak vannak, és a magas sarkúval szépen elesel esetleg benne, illetve voltak a tévés felvételek, ahol közönség nélkül szerepeltünk, és azok nekem mindig egy kicsit furcsábbak, a közönség azért úgy más, hogyha a közönség ott van, de hát ezeket is szépen lassan mind megszoktam. Ez a tévéfelvételes tudsz, ez nekem is néha egy kicsit fura, és nyilván úgy adjuk elő a dalokat, mintha ott egy ilyen óriási nagy tömeg lenne, de aztán a tévéfelvételen persze csak a személyzet van ott, az operatőrök, meg a nem tudom ki, és hát ez nekem is néha fura, meg kell, hogy mondjam őszintén, de reméljük, hogy itt a mai fellépéseken azért bőséggel lesz majd közönség is, még egy másfél óra is kezdünk. Csak a szívem törte most szét, ne mondd miért kellett az a másik. Én már nem bánom, ha elmész, veszel, gyűlöletté válik. Én csak benned bíztam, mert elhittem, hogy veled végleg eltűnik a félelem. Én csak benned bíztam, de tévedtem, én nem akarok többé már látni. No, ez megvolt, most viszont sietős az utunk a következő helyszínre, ugyanis úgy tűnik, hogy idén nyáron az 5 perces késést, ez nagyjából standard, de ezt az 5 percet ezt simán behozom ezen a 114 kilométeren. Soha ne félj, hogyha megbabonáznak, egy kettő szintépjenek most a vágyam. Soha ne félj, most már senki sem bánhat, hidd el, végre ez nem csak a látszat.
soha ne félj, hogyha megbabonázlak, bár elé jársz, én úgyis megtalállak. Soha ne félj, most már senki sem láthat, együtt győzzük le majd, aki áthat. Kezek, kezek, minden itt a magasba. A mai nap mérlege nagyjából 750 km autókázás, számolatlan mennyiségű autogram, nagyjából délután 1 órakor indultunk, és most pedig hajnal. 1 óra van. Elég hosszúra nyúlt ez a mai nap, én elteszem magam mára. Legyetek jók, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Véleményed vagy kérdésed, írd meg kommentben. Nyomj egy lájkot, és nézd bele a többi videómba is. Iratkozz fel, és ne felejtsd el a feliratkozás melletti csengőt is bekattintani. Kérj értesítést az új videókról a Messenger ikonra kattintva.